Köszöntöm kedves nézőinket! A mai nap március 21-e az Erdők Világnapja, és ennek keretében a FAO, magyarul Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet minden évben egy egyperces kis videóval hívja fel az emberiség figyelmét egy-egy világméretű problémára. Lássuk idén, mivel készültek. Erdeink a szárazföldi élet 80%-ának adnak otthont. Tele élőlények bámulatos sokféleségével, nagyokkal és csöpnyiekkel. Néhányukat jól ismered, míg másokon meglepődhetsz. De még a legapróbbaknak is kulcs szerep jut. Keményen dolgoznak az élet fenntartásán, segítve a fák és más növények fejlődését. Néha észre sem vesszük, hogy ők az élet körforgásának hősei, akik bolygónk egészségét biztosítják. De ma ez a biológiai sokféleség súlyos veszélyben van. Millió hektár számra tűnnek el erdők minden évben. Óvnunk kell egyetlen otthonunkat. Óvnunk kell az erdőt. Hazánk mindent megtesz annak érdekében, hogy ne csak megőrizze jelenlegi erdőállományát, hanem gyarapítsa is azt. Azonban az erdészeinket nagy kihívás elé állítja a klímaváltozás, mely nem kiméli országunk legmagasabb hegységét, a Mátrát sem. Úgy látom, hogy egy egész komoly tarvágás történt abba a fenyvesbe. Így van, a nyíres erdészkerület a délelőtti munkaterületünk, ide megyünk ültetni. A legnagyobb fenyőtömbünk itt volt, és jelenleg is itt van még, de sajnos már csak maradványai. Itt 60 cm-es hó és viharos szél volt, és annak az lett az eredménye, hogy a most tarvágott részeken a fenyőfák kétharmada az koronatörött lett, tehát a felső fele az letört a fáknak. Egészségügyi termeléssel érintettük a legsúlyosabban károsodott részeket. Biztosak vagyunk benne, hogy néhány éven belül az egész fenyőtömbbel fog tűnni, hiszen a maradék rész is már annyira kiritkult, hogy ez már egy nagyon sérülékeny állomány. És mi az oka ennek, hogy a fenyő ennyire pusztul? A rendkívül szélsőségessé váló időjárási körülmények. Egy elegyes, lombos erdőt hozunk létre, ebben fogunk mi is közreműködni, hogy reményeink szerint egy klímaálló erdőtársulást létrehozunk. Na, akkor ennek reményébe induljunk el a helyszínre. Ez a fenyő viszonylag friss dőlés, néhány hetes lehet. Beesett ugye az erdősítés helyszínére, de azért a munkát nem akadályozza, úgyhogy csatlakozunk a brigádhoz, és megtanítom akkor az ékásos ültetés neked. A mesterséges erdeink összes csemetéjét így ültetjük el. Ez abból áll, hogy egy hasítékot, egy egyszerű hasítékot képezünk. Tulajdonképpen teljes mélységig, ameddig lehet, beszúrjuk az ékásot, kivesszük a hasítékból és behelyezzük a csemetét. Arra törekszünk, hogy a gyökerek ne legyenek pipásan, tehát benyomkodjuk úgy a gyökeret, és a végén egy kicsit meghúzzuk fölfelé, és akkor biztos, hogy beigazodik a helyére. Amíg én rátömörítek, addig tartom, fogja a társ, igen, és a tömörítésnél mindig alul is tömörítünk, és felül is tömörítünk. Most már tömörödött a csemete, és a másik éket eltüntetjük, utána mellé lépjük, és sarokkal elvégezzük az utótömörítést. Nekünk ezt most már csak olyan 160 ezerszer kell megismételni ezt a mozdulatot, és akkor a tavaszi erdősítési programot befejeztük. De a következő csemete akkor a tiéd, jó? Egy volt fenyőerdő helyén, ami ugye kicsit így pusztulásnak indul, miért kell kocsányos tölgyet ültetni? Ugye most már az a szakszerű kifejezés erre, hogy nem klímaálló a fenyő a magyar termőhelyeken. Vissza kell hozni az őshonosokat mindenhol. Ott egy gyökér van, de ettől még a csemete befér.
és akkor most kellene tömöríteni, először alul, leszúrunk mellé, alul tömörítünk, és utána fölül teljes egészében rányomjuk a talajt. Nagyon jó. Nagyon jó. És sarokkal, a sarokkal a legjobb tömöríteni. Azaz. És nincsenek ezek túl közel egymáshoz, ez arra gondolok, hogy ebből fa lesz. Ugye a sorzáródást próbáljuk minél hamarabb elérni, hogy a gyomkonkurenciát kizárjuk. Már maga a talaj előkészítés is nagyon nehéz fizikai munka, ezért 2 méteres a sortáv. És ahhoz, hogy a növőtér rendben legyen, ezért 50 cm-es a tőtáv. Aztán majd utána természetesen szelektálunk. Ez az. Jó. És akkor most én taposok egyet. Szerintem én már eleget gyakoroltam, most nézzük meg a profikat, hogy milyen tempóban tudják ezt csinálni. Az elmúlt évszázadokban a magyar erdőkben sok változás ment végbe. Az évszázados fakitermelés, a mesterséges felújítások, erdőtelepítések, újabban a fokozódó klímaváltozás hatására az erdők fafaj összetétele jelentősen módosult. Az erdőállományok veszítettek sok színűségükből, gyakran olyan fafajok nyertek teret, amelyek már nem hozzák azt a gazdasági eredményt, amit a tulajdonos elvár tőlük. Mai ökológiai ismereteink szerint ezek az erdők nem teljesítik azokat a természet megőrzési feladatokat sem, amelyek a biológiai sokféleség fenntartásában, az őshonos állat és növényfajok életlehetőségeinek biztosításában elvárunk. Stabilitásuk, a kórokozókkal szembeni ellenálló képességük is gyengébb a természetszerű eredeti fafajokból álló erdőknél. Az erdészek ezeket a részeket igyekeznek átalakítani. Az idős faállomány letermelését követően a területet az ott őshonos fafajok csemetéivel ültetik be, vagy a meggyérített erdő alá betelepítik a honos fafajok csemetéjét, magjait. E módszerrel ismét egyre nagyobb a hazai őshonos fákból álló erdők területe. Ezek minden lakójuk számára jobb életfeltételeket nyújtanak, gazdálkodási szempontból kedvezőbbek és hosszú távú megoldást jelentenek erdeink biológiai sokfélesége, állandósága, végső soron ősi természeti értékeink megőrzése érdekében. Erdősültségünk növekedésével párhuzamosan az erdei állatok populációi is gyarapodnak. És ki ismerhetné jobban erdeink lakóit, ha nem egy kerületvezető erdész. Mesterházi József azonban nem csak megfigyeli, hanem lencse végre is kapja őket. Hogyha jogosítvány vagy puska nincs nálam, attól mehetek tovább, de ha fényképezőgép nincs a kocsiba, akkor lehet, hogy megfordulok. Tehát ez előfordul már. Általános iskolában volt egy tanárnénink, a Margó, ő kezdett egy fotószakkört. Ez nagyon korán volt, tehát általános iskola 3.-4. osztályba, ami azt jelenti, hogy a 64-ben kezdtem, tehát olyan 67 táján már ugye a fotolaborba ott próbálgattuk. Ezzel együtt ugye nap mint nap jártunk Kaphegyre édesapámmal vadászni, meg a testvéremmel, és sokszor adódott, hogy vannak olyan szituációk, hogy hát nem lőttük, hanem csak meséltük, hogy így volt, úgy volt. Na most ebből a meséből volt, aki hát és hát hogy volt, milyen, és akkor hát persze le kellene fényképezni. Hát így volt az első igazi masina, egy Skolnyik, ami 95 forintba került az időtájt, és az volt az első saját fényképezőgépem. Az első igazi nagy kaland, az a
Kaphegyi erdőn történt, a vétel után, mert ez karácsonykor volt, januárban Nagyhóba, Lovasszán, édesapám, tesóm, szépen mentünk ki, és úgy, ahogy kell, hát apusa akart lőni, na itt van ezt a kandisztrót lefényképezheted, mindig ott fekszik a Schweizer lap mellett volt a szóró ott egy. Na, úgy is volt, lovak befordultak, ugye azt már megtanultam, hogy, mert a vadászatból láttam, hogy a szán megy tovább, aki lőni akar, vagy most fényképezni, az csak lelép. És ugye a szánt figyeli tovább a vad, és lehet fényképezni. Na, csicset, csat, jó, sikerült, és akkor megyek oda, ha viccbe lenne, se hinném el. Azt mondja édesapám, te is az elején azt a kütyüt nem kellett volna levenni. Tehát nem volt leszedve a védője, ez volt az első igazi vadfotó. Hát, hogy igazán jó kép sikerüljön, ahhoz nagy szerencse kell. De a maga az, hogy mivel hogy a szakmámból adódóan, tehát nap mint nap, reggel este kint vagyok, tehát igazából sokkal nagyobb a szanszom ahhoz, hogy találkozzam a vaddal, így azt gondolom, hogy igazából nem a szerencse, így tudatosan oda megyek, általában ott is van. Régebben lőttem, de most már azt lehet mondani, hogy mivel kettőt együtt nem nagyon lehet csinálni, azt gondolom, hogy fotózni jobban szeretek. Tehát amikor kettő, akkor mondom, ennyivel egyszerűbb lett volna mondjuk meglőni, de hát azért ez nagyobb élményt nyújt. Tehát tényleg úgy van, hogy amikor rárakom az élesítő gombot, egy ponton élesítetek a géppel, akkor az gyakorlatilag a szál kereszt is lehetne. Tehát valójában a vadászat egy fokkal kettővel egyszerű. Tehát ez bonyolultabb, úgy gondolom. Ugye az erdész szakma, meg az erdészet, meg az erdőgazdaságnak köszönhetően mi vehetem ezt a fotózást. Én azt gondolom, hogy elsősorban erdész vagyok, és természetesen a vele járó vadászat, de azt gondolom, a vadászatot most beelőztem a fotózás. Az erdők nemzetközi napja alkalmából a Budapesti Erdőgazdaság ZRT minden év márciusában túrát szervez a Gerecse vadregényes erdeibe, melynek keretében a kalandvágyó túrázók a helyszín történelmi, természeti és kulturális értékeivel ismerkedhetnek meg. Hasonló terep lesz, mint ahol most följöttünk. Most egy picit összetudunk itt rázódni, itt nem lesz egy olyan veszélyesen meredek, de a közepe táján ott elég húzós lesz itt a Gerecse oldalba felfele. Most nagyon szívemnek kedves helyen vagyunk, Tardoshoz közeli Gorbahegyen. Itt 38-ban megjelent a Szűz Mária, és ezért egy szakrális jellege is van a történetnek, és katonai jellege is van, mert két német katona sírja mellett állunk. Ezen a helyen a Konrád hadművelet, ugye 45. január, elég véres csaták dúltak, és ennek sajnos a maradványai most is megtaláltak végig a hegyen. Ez itt Tardos mellett leesett Boston gyártmányú repülőgép. A Boston repülőgép egy amerikai gyártmányú bombázó volt, de a szovjet hadsereg is kapott belőle elég sokat, és ezt a repülőgépet itt Tardos fölött lőtték meg. A Gerecsében 44-45 fordulóján nagyon súlyos harcok dúltak, és ezért azt egyeztettük az erdészettel, hogy most bemutatjuk az itt harcoló katonákat, tehát a magyar, német és szovjet katonát és az ő felszereléseiket. Lőszerei repesz rombológránát és az első világháborúban nagy számban alkalmazott shrapnel lövedéket tartom itt a kezemben. Ez egy időzített, gyújtóval ellátott robbanószerkezet. Ideális esetben az ellenséges gyalogság fölött, kb. 5 méter magasságban, ugye fölötte és előtte robbant, és kilőtte előre a benne lévő kb. 140 darab ólomgolyót. Ugye 7,5 cm az űrmérete az ágyúnak, tehát ekkora lövedéket
hogy a tüzérek becézték, malacot lőtt ki, akár 8 kilométer távolságra is. Kézbe foghatják, megérezhetik, hogy azért 4-5 kilós egy ilyen fegyver, hallják a hangját, ugye mi rendelkezünk a megfelelő engedélyekkel és vaklőszerrel bemutatjuk az eszközök hangját, és mindig elmondjuk, hogy ez csak ennyi hang, de amikor egy egész ütközet zajlik, voltak, akik megőrültek a hangzavartól. A TESZED környezetvédelmi program mára már hazánk legnagyobb önkéntes mozgalmává vált, melyhez a túra résztvevői is csatlakoztak. A Háromszög rétről fogunk felmenni a Tardosi Gorbán keresztül egy Mária kegyhelyhez, onnan pedig a Malombölgyön keresztül fogunk majd ide visszaérkezni, és összekötjük a kellemest a hasznossal, és a túra során található szemetet össze fogjuk gyűjteni. Mindenki a saját házán kell rendet tartson, akár az eldobott szemétről is, tehát ne várjuk, hogy majd valaki más fölveszi. És ha már egyszer eldobtak valamit, könnyebben dobják mellé a másikat. Tehát nagyon fontosnak tartjuk mi is ezt, hogy ez az elkényelmesedett világban ez a majd más megoldja, nem oldja meg. Nagyon jól éreztük magunkat, hát főleg ebbe a kiváló időbe, ugye tél után meg kimondottan vonza az embert a természet. Gerecse környékén nőttem föl, itt töltöttem a életem nagy részét. És ezt a rendezvényt ezt nem szabad kihagyni, mert ez egy nagyon nagy történet, első osztályú. Mindenkinek ajánlom. Most pedig tekintsünk kicsiny országunkon túlra, és nézzük meg, hogyan alakul az esőerdők, és velük együtt az egész világ sorsa. Az őserdő a föld tüdeje. Benne milliónyi élőlény. A trópusokon, különösen a dzsungellel borított övezetekben óriási a fajbőség, és a populációk egyedszáma is nagyon magas. Ám az esőerdők pusztulása folytán a biodiverzitás, a manapság oly sokat aggódva emlegetett biológiai sokféleség, faji változatosság is rohamosan csökken. A terület egykor rendkívül színes élővilága egyre inkább elszegényedik. A gerinces fajok populációi 1970 óta 60%-kal zsugorodtak, trópusi területeken ez a 89%-ot is elérheti. E hatalmas veszteség hatása túlnő a vadvilágon. Az erdőlakófajok egészsége valójában összefügg az erdők, az emberek, valamint az egész bolygó általános egészségi állapotával. A drámai adatokat megerősíti az ENSZ nemrégiben kiadott tudományos jelentése is, mely többek között arra mutat rá, hogy a következő időszakban akár 1 millió állat és növényfaj is kihalhat. Az esőerdők immár olyan rossz állapotban vannak, hogy a szakértők szerint már nem megkötik, hanem maguk is hatalmas mennyiségben termelik a globális felmelegedésért leginkább felelős széndioxidot. Ha vissza akarjuk fordítani a biodiverzitás csökkenését, és el akarjuk kerülni a klímaválságot, meg kell védeni az erdőket és a benne élő fajokat. A fejlődő országokat nem csak az új erdők telepítése, de a még meglévők védelme esetén is jutalmazni kellene. Hiszen az egészséges erdők tisztítják a levegőt és a vizet, meggátolják az áradásokat, élelmiszerrel és munkahelyen látják el az embereket, megkötik és tárolják a szenet. A szénelnyelő képességük pedig védi a földet a klímaváltozás hatásaitól. Védjük meg az esőerdőket, és ne áldozzuk fel a jövőt a jelenért.
nagyon fontos, hogy már fiatalon megtanulják gyermekeink, a növények létfontosságú szerepet töltenek be az élet nagy körforgásában. A tanításnak kitűnő kezdete lehet egy facsemete elültetése, például egy emlékerdő létrehozásának keretein belül. Egy szakrális helyen vagyunk, Alsóperén. Ha csak a vadászati vonatkozását nézzük, ugye Széchenyi Zsigmond itt ejtette el élete első szarvasbikáját, majd a másodikat is, hiszen az elsőt egy kicsit később találták meg. De mi most nem ezért vagyunk itt, hanem ismét egy újabb emlékerdőt adunk át, ami a 22 állami erdőgazdaság emlékerdő telepítési programjának fontos része. Nem ez az első hektár erdő, amelyet a Veszprémi erdőgazdaság eltelepít 1991 óta, 1231 hektárt telepített, tehát ebbe a folyamatba is beleillik, de ez egy emlékerdő. A világkiállításra, amelyet jövőre fogunk szervezni, nagyszabású programokkal, bemutatva a természetet, a természeti környezetünket, a vadászkutyáktól a lovashajtásig, a természetvédelmi rendezvényektől a kultúráig, mindenfélét be fognak mutatni. Nagyon nagy a várakozás. Nagyon-nagyon szeretnék, hiszen most újra 50 év után meg tudja magát mutatni a szakma, de nem csak az erdészet, a vadászat, hanem a horgászat is. Tehát mindenki nagy várakozással tekint a jövő évi vadászati világkiállítás elé. A Vágni az ZRT megkereste a csapatunkat, hogy szeretnénk-e megjelenni, vagy meghívtak minket erre az eseményre, és örömmel elvállaltuk. Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk ezt, hogy fákat telepítünk, erdőt telepítünk, és ez a cserkészethez is nagyon közel áll. Ugye a cserkésztörvény 6. pontja is az, hogy a cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket, úgyhogy maximálisan egyetértünk ezzel a kezdeményezéssel. Az erdész mindig örül, hogyha erdőt telepíthet. Gondolom itt is ez volt a fő motivációs erő. Tudomásom szerint 7800 facsemete került a földbe, és tényleg több mint egy hektár emlékerdő létesül majd, és ahogy most itt láttam az előbb, egy nagyon szép emlékkő is fogja majd őrizni a világkiállítás emlékét. A saját korosztályomból nagyon kevesen foglalkoznak szerintem a természettel, meg inkább bent vannak ugye a szobában a négy fal között, nem nagyon járnak ki, de a cserkészek viszont sok időt töltenek kint a természetbe, sokat túrázunk, táborok is kint vannak, több hetet töltünk kint nyáron. Nagyon sokan látogatják ezt a helyet, és egy újabb pont lesz, ahol el lehet gondolkodni, és megjelenítünk valamit, ami számunkra is fontos. Hogy ne csak a világnak mutassuk be Magyarországot, hanem a magyaroknak is mutassuk be úgy a világot, mint a vadászati kultúrát, mert azért sokan távol vannak még tőle. Az emberek szeretnek az erdőbe járni, sőt egy közvélemény kutatás alapján az derült ki, hogy minél több erdőt szeretnének maguk mögött körül tudni az emberek. A társaság nagyon jó, tehát hogy mindenki itt egy értékrendet vall, és barátokat találunk, és nagyon jó élményekkel gazdagodunk kint a természetbe, meglátogatunk egy-egy kilátót, barlangot. Tényleg mindenkit hívni tudok csak erre, hogy mozduljunk ki a természetbe, friss levegő van, nagyon jó az idő, túrázzunk, ez jót tesz az egészségnek is, és tényleg közelebb hozza a természetet az emberhez. Nem adhatok mást, csak a csöndemet, lelassult időmet, halk neszeimet. Nem találsz bennem törtető egyenest, kíméletlen dühöt, nagy akarást. A szélben hajladozó felhőkarcolók városa vagyok. A talaj erejét repítve az ég felé virággal, levéllel, oxigénnel, élettel. Végtelen közösség vagyok. Titkok, gyógyírek rejtőzködő helye. Pöttöm parányok és óriás fejedelmek lakhelye. Mérnöki aggodalom nélküli, évmilliós tervezés kipróbált metropolisza. Az erdő.
Engedjék meg, hogy egy bölcs idézettel búcsúzzak önöktől. A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Azt hiszem, ez a mondat magába foglalja az erdők világnapjának fő célkitűzését, miszerint felhívja a figyelmet környezetünk, erdeink és ezzel világunk megőrzésének fontosságára az utókor számára. Viszontlátásra!